Köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben szakmagazinban. magazinban. Gunyat Zoltán műsorvezető vagyok. Sajnos a mai napon is egyedül kell Önöket tudósítanom a megyesak életéről, illetőleg bemutatnom partinka, partikat, ugyanis a szakmai nehézsúlyú, nagymesteri tudású Varga Péter még a mai napon is külföldön tartózkodik, Sakkögyben természetesen, és nem tudja szakértő tolmácsolásával bemutatni önöknek megyénk sakkozói partiát. A világ sakkéletében, a napokban, a hetekben óriási jelentőségű történések zajlanak. Folyamatban van a kieséses női világbajnokság, ahol több magyar hölcsakozó is küzd, hogy megemlítsem a leghíresebbeket, tehát a magyar olimpiai csapat tagjai, Garanita például, de küzd a... a Kislánykorától Magyarországon élő magyar állampolgár, Hoang Chang is, aki férfi nagymesteri címmel is rendelkezik, és nyert már Európa-bajnokságot is. Fordulóról fordulóra Hoang Chang nagymester veszi az akadályokat. Az ő partijairól és teljesítményéről én azt hiszem, hogy Péter nagymesternek kell majd a közeljövőben beszámolni. A legjelentősebb közelmúltban történő esemény pedig, a, a világbajnokság ö, egyszerűen, tehát ö, a köztudatban ezt férfi világbajnokságnak nevezik, azonban nincs férfi világbajnok, csak világbajnok és női világbajnok. Tehát a világbajnoki döntő ö, megrendezésére kerül sor a napokban, mégpedig a sok éve ö, világbajnok, több éve világbajnok, Norvég Magnus Carlsen igyekszik megvédeni a világbajnoki címét az olasz származású, amerikai színekben versenyző Fabiano Caruánával szemben. A világbajnok és a kihívója is egyaránt fiatal, 20-as évei közepén járnak, tehát a fiatalság csap össze a fiatalsággal. Az értékszám alapján hozzávetőleg egyformák, a világranglistá természetesen a világbajnok vezeti, tőle 11-2 ponttal van lemaradva csupán Karuana, a világranglista második helyezettje. az egész sakvilág érdeklődéssel várja ezt az összecsapást, ezt a találkozót. A fogadóirodák a világbajnok címvédését jósolják, de nem egy igazán nagy különbséggel sokan tesznek Karuana világbajnoki címszerzésére is. A következő műsorunkban fogok, fogunk tudósítani a világbajnoki döntőről. Én a mai napon megyén sakkozóinak néhány partiját szeretném bemutatni. Kihasználva az alkalmat, hogy Péter nem ül itt mellettem, az ő partiját szeretném bemutatni a mai műsorban elsőként, azért, mert egyrészt Péter egy igazi szakmai nehézsúlyú, aki tudomásom szerint több mint húsz éve játsza a szláv védelmet, a vezércsel szláv védelmét, és igazi sokkal szemben is megjátszotta, és rendkívül kevesen tudják őt megverni a szláv védelemben másrészt meg egy igazán tartalmas parti. A parti, egy jó partihoz tudni kell azt is, hogy egy értékes jó partihoz két jó játékos kell. Tehát nem szabad, hogy a vereséget szenvedő fél nagyot hibázzon, annak is igen komoly teljesítményt kell nyújtani. Nézzük tehát a partit. Az MB2 második fordulójában Nyíregyházán csapott össze a Nyíregyházi Sportcentrum a Debreceni Sakkiskola Kvizda Sakkiskolával. Az első táblán Péter nagymester vezette a sötét figurákat, és Nagy Sándor egy régi tapasztalt sakkozó pedig a világos figurákat a Debreceniek első táblásaként. Sanyi a repertoárjához híven D4-gyel kezdett, és annak ellenére, ugye, hogy Péter igazán jól ért mondjuk a királyindiai védelemhez, meg nagyon sok megnyitáshoz is, ő a fő repertoárját játszotta, D5. Sanyi vezércselben ment bele, tehát mellőzte a vezérgyalog megnyitást, hanem C4-et húzott. Péter pedig a régi, bevált és igen éles fegyverét, a szláv védelmet választotta, tehát a vezércselben 20 c 6 belemehetnénk most az úgynevezett Csigorin védelembe, e az elhárított vezércsel igen sok rendszere jöhet létre, és Péter a legjobb fegyverét vetette be a C6-ot. Huszár F3 következett, amire Huszár F6, Huszár C3 következett, Sanyi mellőzte a csereszlávot, mert beüthetett volna a C4-gyaloggal D4-re, és arra, C6-tal kell visszaütni D5-re, és világos sokáig őrzi a tempó előnyét ebben a változatban. Néhai Szabó László nagymester háromszoros világbajnok jelölt,nek voltak nagyon jó partiai idősebb korában a Csereszlávban. Én azokat elég sokat tanulmányoztam, és igazából azt jegyeztem meg, hogy elég vadállások is létrejöhetnek a Csereszlávból, de általában hogy is mondjam... Unalmasnak tűnő viszonylag lapos küzdelmek, ahol világos sokáig tudja tartani a kezdeményezését. Sanyi tartalmasabb küzdelemre vágyott ezzel a Huszár c 6 tal lehetőséget adott Péternek az 5, a d 5 c 4 re Ez a, a szlávédelemnek az egyik fő változata, tehát d 5 c 4 és ezt a gyalogot sokáig őrizni nem lehet, ezt a előnyt, azonban tehát mindenképpen visszanyeri világos, de egy, egy bonyolultabb küzdelemre vezet, tehát még egy, egy fő változatban tartunk. A4-et kell húznia világosnak ebben a változatban, hogy megakadályozza a sötétet a, a gyalogelő megőrzésében. Tehát A2, A4, futó f 5 és itt lehet húzni például E3-at is a gyalog azonnali visszanyerésével. Sanyi egy aktívabb másik változatot választott, Huszár E5. Erre természetesen Huszár B, D7 az elmélet szava, amire Huszár D7, és erre azonnal visszanyerte sötét, vagyis világos sötétnek a gyalogját, Huszár C4. Huszár D7 B6-tal csalogatta Péter a kifejlett C4 Huszárt cserére, tehát huszár B6, de erre a változat, az elmélet azt mondja, hogy nem, le, nem kötelező csak leütni, hanem teljesen ismert és elfogadott változat, a huszár C4, E3 is, világos ezt lépte. Huszár E3, és futó, a megtámadott futóval el kell lépni, annak a futónak pedig a B1, H7 átlón van a legjobb helye, ezért futó G6. Világos folytatta a tematikus lépéseket, tehát az elméletet követve, A5-tel megkergette Péternek a lovát, gyalog A4, A5, és az a huszár természetesen D5-re kell, hogy beálljon, illetve D7-re kell, hogy beálljon, huszár B, D7. D5-re is beállhatott volna, ebben az esetben viszont Világos akár cserélhetett is volna, és az E3 lovát ha cseréli d 5 ön abban az esetben felszabadítja a C egyenálló sötét mezejű futójának az útját, amelyet egyelőre az E3 huszár még lezár. Huszár C4 következett, B5, még mindig az elmélet ö, ö, vonalán állunk, és erre anpass lépéssel következett gyalog A5 B6. Gyalogüt B6, futó F4. Elmélet útján járunk: Huszár D5 természetesen, Huszár 5 D5, C5 D5, és az a Huszár E5-re került. Huszár C4-t, E5. Ö, a küzdelem egy hajszállal Péternek kedvez, Mártát Sötétnek kedvez. Az állásban meghatározó tényező, ugye, hogy egyik király sem sáncolt még. Na most ez egy száraz laposnak tűnik ez, a, ez az állás, ez a küzdelem, de nagyon nem az, őrülten hosszú változatokat kell számolni ebben az esetben hogy ö, sötétnek milyen lépései kínálkoznak. Ö, az az e sokáig nem tűrhető meg, ö, és keresni kell a világos király megtámadásának a lehetőségét is. A fő változat huszárüte 5, tehát Péter leütötte a huszát, és Sándornak abban a kérdésben kellett választ találnia, hogy most a futóval, vagy az E5-re E5 gyaloggal üssön vissza. Én azt hiszem, hogy ebben az állásban Világos azért áll már kissé hátrányosabban, mert nincs fejlődési hátránya, viszont, viszont Sötétnek szabadabb a fejlődése. Világos a D4 gyaloggal ütött E5-re, azért is lehet ezt jó ötletnek találni, mert egy sötét, egy E6 után futó B4 sag kirohanást intézhet, és a futóval itt még vissza lehet védeni D2-re. Viszont, viszont a D4 pont akár el is gyengülhet, és a kettős gyalog miatt világosnak szerkezeti gyengeségei keletkezhetnek. E6 következett természetesen, Amire bástya A4. Én világos játékát is csak elismerni tudom, mivel meglehetősen pontos ez a bástya E4, azonban Péter lépése is pontos, igyekszik cserét kikényszeríteni az A vonalon. B5 következett, gyalog B6B5, amivel elűzte tulajdonképpen a Bástyát az A4 a ami igyekezett ott a négyes sort is védeni, és az Ávonalon szemben állni. Hát leütött világos A8-ra, Bástya üt A8, vezér üt A8. Na most a gyengébb sakkozók azt mondanák, hogy minden rendben van világos állásában, anyagi egyenlőség van, azonban a jobb sakkozók nagyon jól tudják, hogy egy szabadabb fejlődés tulajdonképpen mit is jelenthet. Péter birtokolja a Nyílt Ávon alatt, szabad a vonalat, fejlődése van, most már egy futó B4 kirohanással, ö, be tudja adni azt a sakkot, ami után el tud sáncolni, és, ö, és a bástyájával megszállhatja sánc után a C vonalat. Egy szóval szabad a van, ami ebben a laposnak tűnő állásban biztosít neki fölényt. Természetesen világosnak e védett gyalogja van, és ez a királyállásnál egy bizonyos térelőnyt jelent a centrumban, tehát ha volna ideje és energiája egy király támadást megszervezni, akkor jó volna az az előtre kerülő gyalog, de hát, de hát ez nem az az állás. Egyébként az előtre kerülő gyalog állását a Csereszlávban 1966-ban Portis Lajos mutatta be az akkori világbajnok Tigran Petroszjan ellen, hogyan lehet bődületes 20 valahány lépéses, 24 lépéses győzelmet aratni. Kiütéses győzelem volt a világbajnokkal szemben, de hát ez nem az az állás, ez nem Csereszláv volt. Világos úgy gondolta, hogy kinyitja az állást, egy E4-et lépett. Ennek az apropója az, hogy most fenyeget a futó F1, B4, tehát leütjük a, a B5 gyalogot sakkal, és tempóval fejlődik, elveszi ez esetben a sötét állásából a sáncnak a lehetőségét, és a sáncból fakadóan a H8 bástya gyors mozgósításának a lehetőségét. Csak hogy mindig van egy közbeiktatás, futó F8B4 sakk. Ezt a sötét futó közbehúzásával lehet védeni, futó D2, futó üt D2, vezér üt D2 természetesen, és Péter beadta a vezér A1 sakkot. Na most abban az esetben, hogyha most a vezért húzná közbe, világos, abban az esetben vezér A egy B2-vel válaszolhatna Péter, és megőrizni a B1 szabadgyalogját, és világos F1 futójának mégsem volna olyan szabad a fejlődése. Ezért király E2-t kellett húzni. Be van tömve az F1 A6 átló, Péter elsáncolhatott, rövid sánc. és mondjuk hogy azt, hogy a csillogó szemmel ütnék a D5 gyalogot a kezdők, mert szabad gyalogot képezne ezzel, illetve feloldaná kettős gyalogot világos, és és igyekezne ezzel valami játékhoz jutni, de a tapasztalt sakkozók jól tudják, hogy ez egy halálos bűn volna, hiszen jobban nyílnának a terek a Sötét bástyának, és ezért ö, sötét, világosnak most nagyon nehéz feladatot kellett megoldania. F3-at lépett. Igazából nem is nagyon tudom megmondani, hogy mit kellett volna világosnak lépnie. Én nekem szimpatikus az az F3 lépés, és, és nem is nagyon tudnék jobbat javasolni, ö, nagyon nehéz ugyanis világosnak befejezni a fejlődését, hiszen az A1-re kerülő ö, sötét vezér megkéri szépen világost, hogy az F1 futót ne vigye el, mivel akkor ott van mögötte leüthető a H1 bástya. Péter beütötte négyre, amire vezér D4 következett. Ez az átmeneti gyalogáldozat egy egész értelmes lépés. A vezér itt most védi az e gyalogot és a B2 gyalogot is. Most már szeretne tulajdonképpen visszaütni E4-re, majd a futóval is lépni, de Péter mozgósítja a bástyáját, bástya C8. Fegyeget a rettenetes bástya C2. Gyalogüt E4, Jobb hián, én már nem nagyon tudnék igazából világosnak tanácsot adni. Péter észrevétlenül játszotta túl világos ebben a csendes, lapos állásban. Mielőtt még a, az utolsó tisztet is játékba dobná, bástya kettővel, mozgósítani kell a bástyát, azelőtt még ki kell szellőztetni, tehát hogy nehogy alapsori gyengeség miatt mattot kapjon, H6, bár még a H5-nek is lehetnének hívei, király F3. Látjuk, hogy itt a király vándorótra indult, viszont nem kaphatja meg a bástya C2 sakkot sem. Következett bástya C1, ami arra mutat rá, hogy az F1 ponton védtelennek tűnik világos. Király F2 kötelező. Védeni az F2 pontot, erre megkapja a bástya C1C2-t, világos sakk, király F3 és most pedig egy teljes behatolás következik, vezére 8, vezér E1. Persze lehetne visszanyerni a gyalogot Bástya B2-vel, ami egy hosszabb, laposabb küzdelemre vezethetett volna, de ez a vezére egy teljesen gúzsba köti tulajdonképpen világost. Világos úgy kívánta tisztázni az állást, hogy futó D3-at húzott, ez azonban nem volt teljesen ö, kielégítő megoldás, ugyanis futó H5-re le kellett, hogy tegye a fegyvert. Nézzük, miért is kellett letenni a fegyvert. Hát pár lépésben mattot kap, ugyanis közbehúzni nem sok minden tud, amennyiben közbehúzna bármit is. Tehát mondjuk egy G2-G4-et, abban az esetben sokkal tudná Péter leütni az E1, bástyá, az E1 vezérrel a H1 bástyát. A királlyal nem léphet F5-re sem, mert arra, arra megint csak következhetne, akár mondjuk egy egy G5 lépés is, és mattot kap, tehát rövidesen mattot kapott volna világos, és ezért kénytelen volt kezet nyújtani, 28 lépés után világos. Ezt a partit azért tartottam szükségesnek bemutatni a tisztelt nézőknek, mert nagyon egységes hatású parti volt, egy olyan parti, ahol tulajdonképpen világosnak is nehéz megmondani, hogy hol hibázott, Ö, sötét a a lépés hátrány mellett észrevétlenül játszotta túl tulajdonképpen világost, és tulajdonképpen a megnyitás végén már minden tisztjével behatolt világos állásába. Megyénk sakkozói igen látványos és, győ, és gyors győzelmeket is haradtak az MB2 küzdelmeiben, akár sötéttel, akár világossal. Az NB2 második fordulójában Hajdúbö szörménnyel mérkőzött meg Tiszavasvári, papírformának megfelelően Tiszavasvári kikapott, az egyik játékosa, az erőtől duzzadó Mizik Zsolt, egy igen látványos küzdelemben sötéttel tarolta le magasabban jegyzett ellenfelét Molnár Balázs mesterjelöltet egy szép futójátékos partit kezdtek meg, Balázs illetve Zsolt, tehát a hajdúböszörményi Molnár Balázs vezette a világos figurákat, e gyel kezdett, amire Mizik Zsolt a Tiszavasvári kitűnősége előttel válaszolt. Futó C4, Huszár F6, D3, ez a C54-es kódú megnyitás egy szép, látványos, könnyű fejlődést ígér világosnak. Nem csak az extra klasszisok, hanem még az ifjú gyerekek, az ifjú titánok is gyakran játszanak, játszák ezt a megnyitást. Zsolt futó C5-tel válaszolt. Huszár F3 következett, és Huszár C6. Világosnak lehetősége lett volna Huszár C3-mal egy más megnyitásba belemenni, de hát Huszár B, D2-t lépett, amire Zsolt D6-ot válaszolt, az elmélet útján járunk, D7, D6, elmélet útján járunk, tulajdonképpen az elmélet szerinti legjobbakat húzták eddig a játékosok, C3 volt világos részéről. Következő lépés bejelenti, hogy szeretné B4-gel a térelőnyt elérni, Zsolt futó g 4 egy kötést hozott létre, egy, egy nem valóságos kötést, azért nevezük ezt nem valóságos kötésnek, mert a lekötött figura, tehát a huszár mögött lekötött d 1 álló világos vezér nincs valójában lekötve, hiszen alkalmasint az F3 huszárral szabályosan el lehet lépni, még hogyha mögötte lévő vezért le is üthetnék. Rövid sánc következett rövide sáncolt Zsolt is, és Balázs alátámasztotta az E4 gyalogját, Bástya E1-jel. Erre következett H6, és huszár f folytatta a felvonulást világos. Az a másik huszár, ugyanis huszár D2-F1, az G3-ra kívánkozik, majd királyszárnyi aktivitást szeretne elérni, Mizik Zsolti azonban vezér D7-tel felépített egy üteget. A, a világos, világos mezejű futó és vezér ütegét építette fel, B4-jel nyomult előre értelt térelőnyt világos, futó B6 természetesen, és huszár G3 kötelező. Volt világos szerint, tehát B6, huszár G3 következett. Zsolt Bástya A E8-al jelentette be, hogy nem a vezérszányon kíván aktivitást kifejteni, hanem a centrumban és az F vonalon szeretne ellenlökést intézni világos állásával szemben. Világos folytatta a vezérszárnyi gyalog előrenyomulást, A4, amire A5 következett. Semmi értelme nincs beütni a B4 gyaloggal A5-re, tehát B5 volt a lépés. Amire a sötét huszár e hétre lépett, mivel az a huszár a király elé G6-ra kívánkozik. Világos, mielőtt akcióba lépne a futóját, visszavonta B3-ra, huszár G6 lépett, G6-ot lépett, és ez egy olyan állás, amikor úgy látjuk, hogy minden rendben van, ö, világos állásában, nincs igazi gyengesége, de mégis van. Mégis van, mert a kötést nem oldotta fel világos, és világos egy Futó E3-at lépett. Futó E3. Ö, Zsolt egy jó taktikus, ö, sakkozó, aki, aki azonnal lecsapott a kínálkozó lehetőségre, ugyanis meglátta, hogy világosnak a 15. lépése tulajdonképpen gyengeség, botorság és villant a keze, huszár H4. Ezzel tulajdonképpen túlterheli az F3 pontot, de csak látszólag, mégpedig azért, mert, mert ha futóval be fog ütni F3-ra, akkor csak a, csak a gyaloggal üthet vissza világos, és a vezér D7-ről behatolhat H3-ra, matfenyegetést hozhat létre, amit védhet ugyan, de védhet ugyan világos, de, de ö, arra tulajdonképpen anyagi hátrány szenved. Világos valószínűleg megzavarodott a H4-től, mert úgy látta, hogy ebből nem következik semmi probléma. Én azt hiszem, hogy király H1-el lehetett volna egy kisebb anyagi hátrányal megúszni ezt a taktikai csapást. Ö, világos vezér E2-t lépett. A tapasztalt sakkozók jól tudják, hogy ha az ellenfél egy pontatlant, vagy akár kifejezetten gyengét lépett, és a, a gyenge lépés, hátrányára, árnyoldalára rámutatunk a partiban, akkor ez egy bizonyos pszichés zavart idéz a hibás lépés tevő játékosban, és a közeljövőben várható az újabb hiba. Tehát miután világos meglátta, hogy a futó E3 lépése pontatlan volt, valószínűleg nem adott magának időt, hogy áthangolódjon a, a teljesen rendben lévő állásról az anyagi hátrányt eredményező állás lelki terhére, és viszonylag gyorsan, még az előző elnézés bénító hatás alatt lépett egy pontatlant, ez ilyen ez a vezérekettő Erre tulajdonképpen beüt Zsolt a G4 futóval H, H, F3-ra, és világosítvette észre, hogy tulajdonképpen kezet nyújthat. Mégpedig azért nyújthat kezet, mivel hogy a G2 gyaloggal leüti Zsoltnak a futóját, abban az esetben a vezér H3 behatolás kivégzi őt. Gratulálunk a parti megnyeréséhez Zsoltnak. Kedves nézőink, sajnos műsoridőnk véget ért, el kell, hogy búcsúzzak önöktől, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!